fogadják nagy szeretettel Kárpáti Leventét. Basszusgitáron fog játszani, hogyha szeretik az ismeretterjesztő filmeket, az ő hangjára nagyon jókat lehet aludni. Ez így van, generációk nőttek fel az én hangomon, mert ugye a gyerekek elhasszanak, amikor én beszélek. A következő generáció ezt értelmetnek. Következő versenyzőnk Kis Horváth Zoltán. Nagyon jó barátom, Horváth Szimborán. Ő is szinkronizál, és egy igazi profi zenész köszönhetünk a személyében. Egyfelől szakszofonozik, nagyon jól énekel, több évet eltöltött hajókon már, tehát ő egy kicsit már inkább zenész is, nem csak szinkronizáló színész. Következő hölgy, egy énekes, Kis Kovács Luca énekel és ritmusgitáron működik közre. A másik hölgy, Zakariás Éva, énekel és csörgőzik. Mindkét hölgyet napinak találkozhatnak a tévében. Egy kiváló zenészt hagy mutassak be következőnek, aki itt fog állni a szintetizátor mellett. Árvai Csabát köszönhetjük. Egy nagyszerű hangmérnök, és ő is egy kiváló zenész. Illetve egy másik hangmérnököt a Pannonia filmstúdióból, már hogy az újból, nem a régiből, Kelemen Tamás, aki egy igazán jól használja a Fender gitárt, majd ma este meg fogják ezt tapasztalni. A doboknál pedig egy igazán vaskos feka hang, ha szabad ilyet mondanom, Varga Rókus! So we'll be back. Coming from my spirit.